Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... László Imre orvos, aki most a gyógyítást egy kicsit félreteszi, politizál, mégpedig úgy, hogy 11. kerület polgármesterének választották meg, és ezért a munkáért otthagyta a magyar parlamentet. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És akkor megengedi, gyorsan be is mutatkozunk, hisz elfelejtettünk az előző vendég előtt bemutatkozni. 5780-at írunk, annak is Hesvánhavának 24. napján vagyunk. A heti szakasz Hajé Szará, ami az egyik legnemesebb a Tórában. Itt olvashatunk arról majd világszerte a zsinagógában a hétvégén, hogy Szára halála után Ábrahám megveszi Hevronba a Machpella barlangot, ime egy bizonyíték, hogy az újkori zsidó államnak múltja is van, és már a Bibliában említik azt, hogy Hebron város a szerves része volt a zsidó államnak. És akkor nézzük a Gergely naptár szerint 2019. november 22-e van, az év 42. hetében vagyunk, és ha minden igaz, péntek van. Szeretettel üdvözlünk minden Cecília Utó nevű nézőnket, mindenkit, akinek ma van a születésnapja, a házassági évfordulója, avagy épp a szülőszobába vajúdik. És akkor nézzük, hogy vajúdnak a valuták. Az euró középárfolyama 3.34.56, a még jobban vajudó angol font 390.44. A várható időjárás a következő híradóig elmondom, 7 és 12 Celsius fok várható. Figyeljenek oda a folyadékháztartásukra, főleg a fiatalabbaknál és az idősebb korosztálynál. Vegyék be tablettáikat, kiegészítőjéket, nyissák ki az ablakot, ha az előbb még nem nyitották ki, hogy a friss levegő betóduljon, mert higgyék el, nekem arra is szükség van. És akkor hallgassuk László Imrét. Jó reggelt kívánok, nem leszek kedves önhöz, egy egész zivatarnyi rakétát lövök önre, de ön állja a háborút, hisz katonaorvos volt. Mondja gyorsan el nekem, mert nem értem a vitát, miért nem akar központi kórházat? Ezt találták ki. 2001 óta, amikor átvettem a Szent Imre kórházat, azzal a céllal vettem át, hogy egy olyan kórház jöjjön létre a dél-budai régióba, ami több szakmába képes ellátást nyújtani. Nem véletlen egyébként, hogy urológiát, érsebészetet, plasztikai sebészetet kívántam megvalósítani, nem beszélve arról, hogy traumatológiát, hiszen az M1-es, M7-es, körgyűrű, M6-os, most soroljam végig majdnem az összes strádát, szögletébe elhelyezkedő kórház. Végeredményben az a helyzet, hogy ebből az érsebészetet, plasztikai sebészetet tudtam megvalósítani, viszont a rekonstrukciónál fölépült a heliport, a helikopter leszállóhely a kórházba, sajnálatos módon mind a mai napig nincs olyan szakma a kórházba, ami azt igénybe vehetné. Hely lenne erre? Hely, hogy ne, természetesen. Egy új szárny felhúzására van hely? Hadd mondjam el, hogy 2008-ban, amikor a második üteme folyt a rekonstrukciónak, megkértem a tervezőket, hogy a terület beépítettségi fokának figyelembevételével nézzék meg, hogy van-e lehetőség egy olyan új szárny fölépítésére, ami a hiányzó szakmákat befogadja. Ők elvégezték a méréseket, számításokat, amit kell, és néhány hét múlva jelentkeztek az eredménnyel, hogy igen, lehet. De hadd tegyem hozzá, hogy felújításra került a kórház, előtérben van egy régi, ilyen szocreál, előre gyártott, ugye, házgyári elemekből épült épület, azt le lehet bontani, történetesen még annak a helyére is meg lehet tenni azt a kiegészítést. Mennyi idő alatt készülhetne el ezen a helyen, ezzel a kórházzal az új csúcskórház? Mennyi idő után tudná ellátni a feladatait? Hát 2025 előtt egészen biztos, 2-3 év alatt minden további. És közben a kórház tovább tudna működni? Mint ahogy a mi időnkben is egyébként, amikor a K épület, ami vadonatúj volt, majd átépítették a többi épületet, menet közben folyt a gyógyítás, szervezés kérdése, hogyan csoportosítjuk át helyileg a szakmákat, változatlanul működtünk tovább. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke az új főpolgármesterrel tárgyalt egy kormányülésen. Miért nem vetette föl, vagy fölvetette a polgármester, illetve fölkészítette ön
a főváros főpolgármesterét arra, hogy erről tárgyaljon? Az a helyzet, hogy erről nagyon régen szó van, csak idáig ugye a politika nem kapta föl, amióta kiderült egyébként az, hogy akarnak a dél-budai régióba 2015. február. Én azóta mondom, hogy nagyon kell, nagyon szükséges, szerkesztő úr, hadd mondjam, soha én a számon olyat, hogy nincs szükség erre a dél-budai úgymond csúcskórházra, vagy szuperkórházra nevezzük bárhogy, soha ki nem ejtettem a számon. Igen, szükség van, és egy nagyon rövid mondatban. A budai régióban mindössze 3 kórház található szembe Pesttel, aszimmetrikus az ellátás, szükség van rá. És még egy dolgot hadd tegyek hozzá. Félem a bajt, hogy nem akarja ezt a beruházást a kormány megtenni, de úgy akar kivonulni, hogy a felelősséget áttolja a főpolgármesterre és a 11. kerület polgármesterére. Ravasz kis dolog, csak nem igaz, egy aljas szándék. Ön a DK-nak volt a parlamenti képviselője, és egy egészségügyi szakpolitikusként működött közre. Közel 52 felszólalása. 50 kereken. 50 hozzászólása volt a parlamentben. Az 50 hozzászólásban valamelyik alkalommal beszélt erről? Hogyne, többször is. Többször ezt elő lehet venni és dokumentálni. Minden lehet. További nélkül természetesen. Többszörösen is szó volt egyébként erről a témáról. Beszéltem. Újságokban megjelentek ezzel kapcsolatos dolgok, minden különösebb reakció nélkül. Hogy érzi magát most, mint polgármester? Kicsit fáradtan, hogyha lehetek őszinte és személyes, hiszen egyrészt az átadás, átvétel, október 23-ai ünnepség sorozatok, testvérvárosok érkeztek, a kerület napja, a 11. kerületnek milyen meglepő, 11. hó, 11. napja, az előkészületek, díszpolgári címek adományozása és a napi életnek a vitele. Ez eléggé feszítő volt, de tudtuk. Én is tudtam. Erre vállalkoztam. 13-a óta tisztább lett a 11. kerület? Valamit lehet érezni, hogy új vezetés van? Nem tudom, természetesen a 11. kerületi lakosokat kellene ezzel kapcsolatban megkérdezni. Azt viszont tudom mondani, hogy folyamatosan készítjük elő mindazokat a dolgokat, és léptetjük be, amit a programunkban megígértünk. Tehát a polgármestereknek például kötelezettsége, hogy január-február hónapig a saját területüket, ami a programban szerepel, összes téma bontsák le, felelőssel, határidővel lássák el, és léptessük be lépésenként egyébként a kerületi életébe. Kell megérdemli, és hadd mondjam gyorsan, két terület van, amit nagyon-nagyon ki akarunk emelni, az egészségügy és a kultúra. Miért van szükség átvilágítani az előzőket? Miért kell erre pénzt áldozni? Van egy átadás, átvétel, vagy mitől félnek? Nem félelem kérdése, hanem pontosan tudnunk kell, hogy az a talaj, ahonnan elrugaszkodunk, az hol van és milyen. Akkor, amikor bármit ilyen dologba teszünk, akár egy baráti kapcsolatba is, azért szeret tudni azt, hogy pontosan mi a helyzet. Az kiindulási pont, az origó, ahonnan elindul egy folyamat. Nem feltétlenül, tudom, a mai világban ez a természetes, sajnálatos módon hadd tegyem hozzá, hogy természetes, a gyanakvással átítatott dolog. Nem kívánom én egy pillanatig sem egyébként, hogy olyan dolgok kerüljenek felszínre, a pénzügyi-gazdasági átvilágítás, mert meg lesz, az majd január hónapban, január-február hónapban. Hány embertől vált meg a kerületi vezetés? Tegnap váltam meg 5 önkormányzati cég vezetőjétől és a főépítésztől. Az újak azok szakemberek, vagy valamilyen párthoz nem, kötető? Szakemberek. Tehát nálam, én világéletemben gyűlöltem egyébként az ötletelő amatőröket. Szakember, csak és kizárólag szakember lehet, aki egy adott területet átvesz. Mert felelősen egyébként, és hatékonyan csak úgy tudja csinálni, ha ért is hozzá. Van még pontosan 2 percünk, hogy arra válaszoljon, hogy ez egy nagyon összetett koalíció. Igen, így van. Hogy boldogul
hisz a koalíciós partnerek nem önígért nekik, hanem a pártok ígértek egymásnak. Létrehoztak egy koalíciót. Mennyire lehet ezt teljesíteni, és ez mennyire feszíti meg az idegeket és a pénztárt? Én azt hiszem egyébként, hogy hasznosan fog tudni működni, legalábbis az eddigi tapasztalatok alapján, és megmondom, hogy miért. Nem pártpolitikai lózungok és egyéb csalfaságok vannak a tevékenység középpontjában, hanem az a program, amiről korábban beszéltem. Az az elvünk, és ez hadd ne hangozzon egyébként egy ilyen fellengzős valaminek, a tevékenységük középpontjában az ember van állítva. Akár egészségügyi, akár kultúra, akár közlekedés, akár tisztaság, tök mindegy. Az ember. Az emberre kell, hogy irányuljon, mégpedig a minket megválasztó 11. kerületi polgárokra. Ez pedig nem politika. Ez nem politika. Tök mindegy nekem, hogy jobbikos képviselő részéről kapom meg a segítséget, a momentumos részéről, hiszen ezeknek az embereknek is elemi érdeke, hogy tegyenek. Minden embernek elemi és emberi joga, hogy bizonyos szolgáltatásokat megkapjon, viszont a párthoz való tartozás az is megengedett, mert mindenki önállóan dönti el, annak ellenére, hogy az egyik ön által említett politikai mozgalom az nem az én vendégsoromba Hadd mondjam önnek, szerkesztő és a tévénézőknek, nagy tisztelettel és borzasztó örömmel, nincs rajtam szorítás. Azt mondta nekem Gyurcsány Ferenc: Imre, nagyon jól csináljátok. Tiszteljétek az embert, és akkor nekünk is az nagyon jó lesz. Én ennek azért örültem, mert nem azt mondom, hogy félelem volt bennem, hogy majd megpróbál a párt a saját érdekeim mentén valamilyen olyan dolgot csinálni, hanem egy picikét mégis azt mondom, hogy igen, igen, talán lehetett benne, de nincs, nincsen, hála jó, és remélem a Momentum részéről sincs ilyen. Bízom benne, hogy ez így lesz. Visszavárunk. Köszönöm, hogy rendelkezésre álltál. Én köszönöm, hogy érdeklődnek. Kedves nézőim, az elmúlt szűk 15 percben dr. László Imre orvos, katonaorvos, a DK volt parlamenti képviselője, 11. kerület új megválasztott polgármestere volt stúdiónk vendége. Visszavárjuk. Most előzetesek, és következik a kormány szóvivője, Hollik István. Tartsanak velünk!